Ön szerint milyen lehetőségei vannak egy mai fiatalnak, összehasonlítva mondjuk egy előző generáció fiatalaihoz? A lehetőségek most sokkal szélesebbek. Tehát mi, ahogy felnőttünk, mi információtól el voltunk zárva. Az információt könyvek útján, akkor indult a rádiózás, és így tovább úgy lehetett megszerezni. Most az információs társadalomban vagyunk, és ez egy kihívás, szűrni az információt. Mert ha mindenki minden információt befogad, és nincs szelektálási képessége, akkor igazából, mintha nem kapott volna információt, mert nem tud dönteni. Döntésképtelenné válik a sok információtól. Ez a másik véglet, ugye? Viszont van információ, aki képes szelektálni, az meg tudja tervezni a saját pályáját. A másik, előny-hátrány, hogy fogalmazzam, a lehetőségek szélesek, ugye a mobilitás sokkal nagyobb. Nem vagyunk kötve egy városhoz, nem vagyunk kötve egy iskolához, nem vagyunk kötve Magyarországhoz. Tehát aki ma nyelvet tanul, és én ezt időbe felismertem, én rögtön kimentem egyetem után 4 évig Németországba dolgoztam. Én 1 év után Németországban németül álmodtam. Azt tudtam, hogy az a nyerő, aki nyelveket fog tudni. Részben azért, mert a szakirodalmat csak úgy lehet olvasni. A másik, kommunikálni kell a vegyiparba, technológiákat venni. Másképp nem lehet megcsinálni. Tehát végtelen fontos a nyelv, de a nyelv az nem cél. De angol tanárokkal a borsot nem lehet irányítani, mindenki jól beszél angolul. Ahhoz kémikusnak is kell lenni, fizikusnak, gépésznek, és mindennek lenni kell. Tehát rengeteg az információ, rengeteg a lehetőség, a társadalom nyitott, és hogy fogalmazzam? És valahol arra kell törekedni a fiataloknak, hogy ne csak a hazai pályán, hanem nemzetközi pályán is megállják a helyüket. Most ezért kellene itt a gimnázium, aminek nagyon jó a színvonal a Ságvárinak, ezt a színvonalat megőrizni. Én gondoltam rá, hogy egy angol tanárt esetleg a Borsodken majd finanszíroz egyszer, vagy egy jó kémiai tanárt. Hogy kémiából, angolból, ami ugye a kémia az önös érdek, mert aki jó a kémiában, az majd előbb vagy utóbb kémikus lesz, hazajön és itt a Borsodkennél dolgozik. Az angolt meg azért, mert sajnos a magyar kultúrát meg kell őriznünk, és magyarul kell beszélnünk, de végül a munkahely, a kompjúterek nyelve, a repülés nyelve, és így tovább, az angol, ha akarjuk, ha nem. És ehhez alkalmazkodni kell. Tehát ezt egyszerűen nem tagadni kell, hanem alkalmazkodni kell hozzá, és így akkor sikeresek lesznek a fiatalok. Mit jelent önnek az a szó, hogy karácsony, és hogyan szokták ünnepelni? Az a legbelsőbb dolog, és az emlékeim itt visszamennek Hollómajorba. Ahol nekünk akkor volt karácsonyfánk, mindig. Mondtam, hogy apám bognár volt, és megengedhettük, hogy volt. De voltak ott olyan cselédek, régi rendszerből úgy fog cselédek, akinek, ha volt is fa, de nem volt szaloncukor, vagy nem volt valami, ami alatta van. Nálunk az első óra karácsonykor az mindig a családé volt, de utána a szomszédokat is meghívtuk, és ők is kaptak nálunk egy kis ajándékot. A Marics Tibi és a többiek, az én akkori barátaim. Tehát valahol az egy nagyon szép dolog nekem a karácsony, a legcsaládibb ünnep, és valahol a szeretet az, ami akkor nem csak családon belül erősödik fel arra a 24 órára, vagy 48 órára, hanem kisugárzik, és valahol egy szélesebb körben a szeretet, úgy összefogja az embereket. Sokkal békésebbek. Szerintem még utazáskor is. Mindenki kicsit másképp viselkedik, mert érzi, hogy most a belsővel tulajdonképpen egy kicsit a lélekkel kell foglalkozni. Hogyha lehetne 3 kívánsága a jövőre nézve, mi lenne az? Az első az, hogy az ember őrizze meg az egészségét, ameddig lehet. Talán ez az első. A másik legyen meg az életaktivitás, tudjon dolgozni tovább, és a kisunokám, aki 6 hete született,
okozzon sok örömet a családnak, és még részt vehessek az ő nevelésébe, oktatásába. Gratulálok az unokához. Köszönöm szépen. Utolsó előtti kérdés, mit üzen a barcikai fiataloknak? Az, hogy Kazinc Barcika, én ide jöttem annak idején, 71-ben, a Dunántúlról. És mondták, hogy ide jövök. Én mondtam, van itt 10 rendes ember. Több meg nem kell az ember életében. 10 rendes emberrel kommunikál, több baráti kör nem kell. Az még itt is van. Igen, itt van 10 rendes ember, sőt, nagyon sok rendes ember van, akikkel érdemes dolgozni. Sose legyen kisebbségérzetük a barcikaiaknak, hanem a barcikai fiatalok ugyanolyanra képesek, mint bárki Magyarországon. Végezzen az bárhol, Pesten vagy akárhol, aki megfelelően viszi az életét, az barcikai gyökerekkel is lehet bárki, bármilyen nagy ember, csak a lelki belső dolgait, az akarat erejét rakja rendbe. Talán ez az egyik üzenet. A másik az, hogy próbáljanak előrelátóak lenni. A jövő folyamataival foglalkozni, ne csak a napi dolgokkal, egy kicsit úgy. Ahhoz vissza kell vonulni, ahhoz csend kell. És ez a világ nem kínál most csendet. Tehát valahol, és úgy tervezzék meg azt a pályát, amin mozogni akarnak, és akkor Kazinc Barcika nagyon sok sikeres embert ad majd Magyarországnak. Mit gondol arról, hogy itt Barcikán működik egy diák tévé, amit diákok és fiatalok csinálnak? Engem ez meglepett, amikor meghallottam, és hihetetlenül jónak tartom. Tudja, a fiatalok a társadalom legfontosabb tagjai, és azokra építeni kell. Én a céget úgy irányítottam, úgy vezettem, hogy mindig fiatalokkal vettem magam körül. Behoztam a titkárságra fiatalokat, mérnököket, közgazdákat, akik nem azért voltak, hogy engem szolgáljanak végig, hanem amikor megtanulták a céget, onnét lehetett látni az egész céget a titkárságról, akkor kimentek a külső szervezetekbe, és ott végezték a munkájukat. Na most, igazából a fiatalok, akik elkezdenek önállóan szervezni egy tevékenységet, egy kommunikációs folyamatot, akkor a Diák TV nem csak meghallgatója a csatornáknak, amit az öregek oktatóan, vagy akármilyen módon, vagy a politika közvetít, hanem van egy viszontcsatornájuk, hogy mi így gondoljuk a világot. És ez egy óriási lehetőség, amikor a fiatalok szervezik magukat, és ők felfelé adnak üzeneteket, mi lenne, ha így változnátok, és jobb lenne Magyarország vagy a világ. Köszönjük szépen, további sok sikert kívánunk, és egészséget az unokához. Köszönöm szépen.